2022. január 28-án a hajnali órákban jogosítvány nélkül száguldozott a főváros több kerületén át egy 16 éves fiatal, akit a rendőrök azt követően akartak igazoltatni, hogy a 15. kerületben a forgalommal szemben haladt egy egyirányú utcában. Az autós menekülés közben több rendőr járműnek is nekihajtott, egy rendőrt el is sodort. Végül a 17. kerületben sikerült őt megállítani. Az akció során az egyik megkülönböztető jelzéssel haladó szolgálati gépkocsi elütött egy elé lépő asszonyt, akit a mentők súlyos sérülésekkel szállította a kórházba. A baleset körülményeit az ügyészség vizsgálja.